Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Már felkészülési meccseken csiszolja formáját a Nyíregyháza Blue Sharks. 4 aranyat szerzett Serez Zoltán az egyetemi erőemelő világkupán. 28. NB-s idényére készül Hadovás István irányításával a Kölcsei. A hétvégén a megyei harmadosztályi foci bajnokságban is elrajtol a szezon. Elkezdte a felkészülést az NB2-es bajnokságra a Sunshine Nyikse. Tornákkal hangolnak a bajnoki rajtra a Máté Szalkai MTK női kézisei. Szolnokon játszott edzőmeccset a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák pénteken Szlovákiába utaztak, ahol az Igló és a Sweet ellen lépnek pályára. Nekünk mindenképpen nagy megtiszteltetés volt az, hogy játszhattunk a Szolnok ellen, és nagyon örülök annak, hogy ők ránk gondoltak, és úgy gondolták, hogy megfelelő partnerek leszünk ezen a mérkőzésen. Ugye nagy változás nem volt a játékos keretben, de gondolom próbáltok új dolgokat tanulni, új dolgokat mutatni majd a pályán. Hogyan haladtok ezen a téren? Igen, mindenképpen szeretnénk új dolgokat alkalmazni, azért néhány éve már így együtt vagyunk. Szeretnénk azt kihasználni, hogy bizonyos dolgokat mi már tudunk, és tovább szeretnénk lépni ennek a kérdésében. Úgy gondolom, hogy nem haladunk rosszul. Halkan jegyzem meg, hogy 15-én kezdődik a bajnokság, Oroszlányban kezdünk, de az Oroszlány nem akarja ezt a mérkőzést 15-én játszani, hanem csúsztatni szeretné valamilyen másik időpontra, ami azt jelenteni, hogy esetlegesen még több időnk van a felkészülésre, és még nyugodtabban tudunk készülni. Vannak új játékosok, ugye Bazsó Bruno és Tóth Gergely egy meccs alapján nem lehet messze menni következtetésekkel levonni, de hát naponta együtt készül a csapat, azért vannak már róluk is benyomások, mennyire sikerült eddig beilleszkedniük a csapatba? Természetesen vannak, és úgy gondolom, hogy nem haladnak rosszul a beilleszkedésben. Mindenképpen a Tóth Gergely az, akitől az extrább dolgokat láthatjuk, ha szabad így fogalmaznom, azért őnek is sokkal nagyobb tapasztalata van, mégis megjárta a felnőtt válogatottat. És nagyon örülök annak, hogy itt van nálunk, hiszen olyan dolgokat tud mutatni a srácoknak az edzéseken is, amiket el kellene lopniuk tőle, vagy alkalmazni kellene. Itt nem arra gondolok, hogy olyan extrán látványos dolgokat csinál, ami esetlegesen magasabb bajnokságból származik, hanem mindent, a legapróbb részleteket is próbál pontosan végrehajtani, és ezt kellene a srácainknak is átvenni, és szépen megtanulni. Remélem, hogy ezt előbb-utóbb át fogják venni. A hétvégén újabb két meccset játszik, és abban Szlovákiába utaztok. Hová? Pénteken fogunk utazni, és pénteken délután 5 órakor Sweetben szeretnénk játszani egy mérkőzést. A legutolsó ottani mérkőzésünk furcsa körülmények között zárult, mert 4 emberrel fejeztük be. Remélem, hogy most felkészülünk mindenre, és ezt is el fogjuk bírni, ha esetleg ilyen dolgot tapasztalunk majd. Majd ezután a mérkőzés után átmegyünk Iglóra, és szombat délután pedig ott szeretnénk játszani egy találkozót. Örülök annak, hogy nem csak magyar ellenfelek ellen tudunk felkészülni, mert szeretnénk néhány dolgot megnézni, aminek nem örülnék, hogyha már a bajnokság kezdete előtt kiszivároghatna. 4 aranyérmet szerzett Serez Zoltán a szlovákiai Pilsenben megrendezett egyetemi erőemelő világkupán. A nyíregyházi keletereje versenyzője a plusz 120 kg-os súlycsoportban a Debreceni Egyetem színében gyűjtötte be mind a 4 aranyérmet. Konkrétan az egyetemistáknak 3 éve rendeznek világversenyeket a Nemzetközi Erőemelő Szövetségen belül, ami úgy működik, hogy konkrétan vannak korosztályos világbajnokságok, ifjúsági, junior, open és a masters 1-4-ig, és körülbelül ez egy 3 éves történet, hogy már direkt egyetemistáknak is szerveznek világversenyeket, amin az indulási feltétel az, hogy a Nemzetközi Erőemelő Szövetség országos szövetségein belül, tehát elfogadott hivatalos szövetségeken belül versenyezzen az adott illető, igazolt versenyző legyen és egyetemista. Tehát akárki nem indulhat, szimplán ha csak egyetemista, illetve akkor sem, hogyha nem erőemelő szövetségi tag, ez a feltétele ahhoz, hogy indulhasson. Neked ez volt az első nemzetközi külföldi versenyed, milyen reményekkel, milyen célra utaztál Pilsenbe? Őszintén szóljak, ez egy kicsit érdekes történet volt. Nekem akkor, amikor kiírták ezt a versenyt, még nem volt olyan ambícióm, hogy külföldi világversenyeken induljak. Egész jól szerepeltem az elmúlt 3 évben magyar szinten, de az, hogy konkrétan nemzetközi versenyekre induljak, az nem volt tervben.
Hát az, hogy ide eljussak, egy nagyon komoly életszervezési problémát jelentett. Össze kellett hozni nagyon sok dolgot, munkát, egyetemet, és utána jött ez az edzés. Kicsit ez most előtérbe került el a fél évben. Hogy milyen reményekkel indultam, hát ez konkrétan attól függ, hogy milyen indulókkal kellett volna szembeszállnom. Nem néztem azt, hogy milyen érmeket fogok hazahozni, hogy milyen színű lesz az az érem, ami a nyakamba kerül. Inkább azt, hogy magamhoz képest én nagyon jó összetettet össze tudjak hozni, és egy jó fejlődést, egy olyan fejlődést tudjak elérni fél éven belül, ami tényleg világszintű, és nem csak a magyar színekben mutat jól. Ehhez képest nagyszerűen szerepeltél, menjünk sorba, hány érmet szereztél és milyen fogásnemekben? Összesen 4 érmet szereztem, ebből mind a 4 arany. Guggolás, fekvenyomás, felhúzás és ugye összetettben is meglett az aranyérem. Szám szerint ez, mármint a számok szerint, hogy ez hogy jött össze, 292 kilós guggolás, egy 215 kilós fekvenyomás és 315 kilós felhúzás jelentette így a 822 feles összetettet. 9 érvényes gyakorlat helyett csak 8 sikerült. Az utolsó felhúzásra az edzői tanácsot egy kicsit úgy, hát nem is azt mondom, hogy elnézve, de mindenféleképpen szerettem volna egy magyar csúcsot még felhúzásban is, ezért a javasolt 3.22 fél helyett 3.32-re kértem, ami itt körülbelül térdél akadhatott meg, tehát valahol itt. Az nem jött fel, de 9-ből 8 érvényes gyakorlattal zártam ezt a versenyt, és így lett az elmondott 8.22-es fél eredmény. Ha már az edződről beszélünk, kinek az irányításával készülsz? Idősebb Szimcsin a Mihály, aki konkrétan már több mint 4 éve szárnya alá vett minket, és azóta is készíti a versenyzőket, munkát és időt, pénzt nem spórolva. Nagyon köszönjük neki, hogy így áll hozzánk a mai napig, és nagyon szeretném, hogy a továbbiakban is az ő irányítás alatt és az ő felügyelete alatt nagyon sok versenyző érjen el hasonló sikereket. Említetted, hogy egy gyakorlat nem sikerült, ezt leszámítva elégedett voltál a Pilsenben nyújtottak, hanem a 4 aranyra gondolok, azzal természetesen igen, hanem az elért eredményekre, kilókra. Hogy őszinte legyek, biztos lehetett volna ez jobb is, de mindent összevetve egyáltalán nem panaszkodom. Menni kell előre, és lesz ez jobb is, ebben biztos vagyok. Ezek után milyen céljaid vannak ebben a sportágban? Hogy idén mit fogok csinálni, az még nagyon érdekes, tehát az egyetemem utolsó éve következik, ami egy kicsit hát még az eddigiektől is nagyobb elánnal és szolgalommal kell nekiállni a dolgoknak. Hát, hogy idén, konkrétan 2018-ban csinálok-e valamit, az nem valószínű, de mindenféleképpen szeretnék jövőre még az következő szezonban valamit nyújtani, és az elsődlegesen egy ilyen 850 körüli összetett, ami... Hát reményeim szerint nem lesz egy olyan nagyon-nagyon nehéz feladat, de nyilván ehhez is nagyon sok munka kell még. Ti azon sportolók közé tartozok, akik nem keresnek ezzel a sportággal, nem költenek rá, gondolok itt az utazástól kedve a tápláléki egészítőkre. Mi az, ami a másik oldalon benne van a serpenyőben, magyarul miért csinálod? Ez teljes mértékben egy ilyen belső lelki késztetés, az, hogy bizony csak magamnak. Konkrétan, amikor én ezt a sportot elkezdtem, közel sem néztem ki, úgymond így. Tehát nyilván nem a kinézet miatt csinálja az ember, de annó egy úgymond tipikusan egy ilyen nyurga, gyenge emberkének láttak az emberek amúgy is. Tehát 66 kilós voltam, most egy ilyen 130 kiló körül a testsúlyom. Én amikor először elmentem a terembe, már akkor vizionálódott bennem egy ilyen dolog, hogy nekem ezzel kell foglalkoznom, és én ezt szeretném csinálni legalább ilyen szinten. És azóta folyamatosan csinálom, és egyszerűen már nem tudnám abba hagyni, csak úgy egyik napról a másikra. Hozzám nőtt, úgymond az életem nagy részét kiteszi. Nem mondom, hogy ez az életem, de egy nagyon fontos rész az életemnek ez a sport. A Debreceni Egyetem hatfős csapatában Seres Zoltánon kívül Kulcsár Dávid, Nagy Balázs és Baranyi Hajnalka a Kelet Ereje Erőemelő Egyesületet, Veres Ádám és Guti János a Mérk Kinizsi színeit képviselte. Kulcsár 2 arannyal és egy bronzéremmel, Veres pedig 2 ezüsttel és egy bronzzal zárta a világkupát. A csapatversenyben a Debreceni Egyetem a második helyen végzett.
40. azon belül 28. NB-s idényére készül a költségdíjese. Hadovás István a héten napközis rendszerben napi 3 edzés vezényelt átalakuló csapatának. Nálunk általában is jellemző, hogy elég nagy a változás, nyilván sokan leérettségiznek, más csapatokhoz kerülnek, tanulmányaik nem engedik meg, hogy tovább nálunk játszanak, edzenek. Most az idén minden korábbinál talán mondhatom nagyobb a változás. Ennek egy része sérülések okozta problémák. Katona Krisztinek hátsó keresztszalagszakadása van, Gyimesi Lolának szintén keresztszalagszakadása van. Lolát már megműtötték, Krisztit most műtik majd. Papandreának gerincsérve van, két gerincsérve, ami bizonytalanná teszi a játékot. Remek beállósunk Márkus Gizmónak megműtötték a kezét, ő még csak éppen, hogy gyógytornázik, tehát rá biztosan az ősszel nem számíthatunk, a jövő bizonytalan, mint ahogy Tilki Andinak is. Úgyhogy a kezdő csapatunkból, a mezőnyből 5 ember fog hiányozni, tehát 2 maradtak. Szép feladat lesz. Gyakorlatilag akkor lehet azt mondani, hogy új csapatot kell lépni, mikor kezdte a csapat a felkészülés, és hogy néz ki a program rajtig? Abszolút így van, egy új csapatot építünk, de hát nem új ez számomra, eddig is előfordult már a 28 év alatt nagyon sokszor, nagyon ügyes fiatal tehetségeink vannak, egyrészt akik már eddig is kölcseisek voltak, másrészt van 5 kislány, aki a sportcentrumból jön majd, és nálunk folytatja a pályafutását, ezek 14 éves tehetséges gyerekek, és hát emlékezzünk meg mindenképpen Gyúró Ágiról, egy volt kölcseis remek játékosról, aki visszatért hozzánk, tehát ő mindenképpen komoly erősítés. Augusztus elején kezdtünk egyéni edzéstervvel, aztán most ráhangoló edzések folynak, hetente 2-3 edzéssel, és 2-től vágunk bele igazán a munka közepébe, amikor is edzőtábor, napi 3 edzés lesz, az egy komoly embert próbáló feladat, és hát a végén természetesen most is megrendezzük majd a strandkézilabda tornát, ami mindig jellemző, hogy a edzőtábor utolsó napján kerül sorra. Ilyenkor a felkészülés kezdetén a szezon előtt általános a kérdés, hogy mire lehet képes ez a csapat a bajnokságban, de tekintve az előbb felsoroltakat, gondolom egy picit ez ugrás lesz a sötétbe. Abszolút mértékben. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen vannak azért erősségeink, tehát nehogy valaki is temesse a kölcseit. Nagyon ügyes, tehetséges játékosaink vannak, akik tavaly már bizonyítottak részben a felnőtt csapatban, részben az ifi csapatban. Én magamban is érzek motivációt és erőt a folytatáshoz, tehát én úgy gondolom, hogy mindenképpen a középmezőny valamelyik helyét fogjuk megcélozni, és nagyon bízom a lányokban, mert nagyon szépen dolgoznak, alig várják már a komoly megpróbáltatást jelentő edzőtábort, úgyhogy fel a fejjel, jó lesz a kölcsei. Azt lehet-e már tudni, hogy hol játsza, melyik csarnokban játsza az imecséti csapat? Természetesen. Continental Arena az otthonunk, viszont őszintén mondom, nagyon-nagyon sok elfoglaltsága van a Continental Arenának ősszel, alig fogunk tudni itt hazai meccset játszani, úgyhogy ezen kívül nyilván adva van a Bencs iskola, illetőleg a Tiszavasvári úti sportcsarnok, esetlegesen a Bemb iskola, a 3 helyszín közül valamelyikbe remélem, hogy sikerül majd megoldani. Egyébként időpont egyeztetés jövő héten lesz, tehát akkor derülnek ki a végleges mérkőzés helyszínek és időpontok. A strand kézlabda tornáról lesz szó, lesz-e saját felkészülési tornája kölcsének, vagy utazik-e valahová a csapat? Edzőmeccseket tervezünk mindenképpen, úgy néz ki, hogy tornán is részt veszünk, ez még minden képlékeny, úgyhogy szeretnénk minél jobban felkészülni, és hát több edzőmeccset játszani, sok edzőmeccset játszani, ami mindig nehéz, mert nyilván kevés a megyebeli csapat elfoglaltságok miatt is, de azon vagyunk, hogy sok játék lehetőséget biztosítsunk a szeptember 16-ai bajnoki kezdésre, mindenképpen jók legyünk. A hétvégén a megyei harmadosztályú labdarúgó bajnokságon is elrajtol a szezon. 4 csoportban összesen 53 együttes küzd majd a pontokért. 53 csapat nevezését tudtuk elfogadni a megyei harmadosztályban, és te a versenybizottságunk területi alapon 4 csoportra osztotta ezt az 53 egyesületet. Van egy 14 fős csoportunk, és van 3 13 fős csoportunk, és igen, ők most hétvégén kezdik el a bajnokságot, a 2018-19-es őszi szezont. Ugye zömében kisebb településekről van szó, mi a tapasztalat, mennyire nehéz egy kisebb településen összeszedni egy futballcsapatra való játékost? Rendkívül nehéz, főleg a mai világban, pont ezért van az, hogy szerencsére így a területi alapon úgy tudtuk elosztani a csapatokat, hogy kevesebb számban, mint 16, így később tudtuk kezdeni, ami azért nagy segítség a kis településeken élőknek, hiszen augusztusban még nehezebb összeszedni egy együttest, de így augusztus utolsó hétvégéjére azért már talán úgy a keretek megvannak, ahol szeretnének szerepelni. Már nagyon
nagyon bízunk benne, hogy nem lesznek most visszalépők. Ugye az elmúlt években pont arról beszéltünk, hogy szép számmal jelentkeztek megye harmadosztályba is csapatok, de rendre minden évben 5, 7, 8, 9 visszalépünk volt, vagy olyan csapat, akit ki kellett zárni, mert folyamatosan nem állt ki, vagy létszámhiányosan állt ki. Én nagyon remélem és nagyon bízok abban, hogy idén mindenki be fogja tudni fejezni majd a bajnokságot. Az MLS, illetve a megyei igazgatóság mit tud átvállalni ezeknek a csapatoknak az anyagi terhéből, mert gondolom ez is egy szempont. Ez egy nagyon fontos szempont. Továbbra is fent van az a lehetőség minden egyes amatőr sportszervezet részére, amit 2011-től tud az MLS biztosítani. A versenyeztetési díjak 90%-át a TAU jóvoltából a Magyar Labdarúgó Szövetség állja. Ez azt jelenti, hogy mind a versenyengedély, mind az átigazolási díjak, mind a játékvezetői díjak, mind a pályahitelesítési díjak 90%-át az MLS állja, csak a 10%-át kell az egyesületeknek. Ez egy óriási nagy teherlevétel a vállukról, hiszen könnyű kiszámolni, hogy 1 millió forint helyett, mint 100 000 forintba kerül nekik egy megye 3-as csapatnak egy bajnoki év, amit azért össze lehet szedni, hogyha valahol szeretnének futballt, akkor ez nem egy akkora költség, hogy emiatt ne tudjanak indulni bajnokságban. Nem csak a megye 3-ban indul útjára labda, hanem az NB és utánpótlás bajnokságokban is. Ezekben milyen szerepet áll a szervezésben a megyei igazgatóság? Tavaly évben a Magyar Labdarúgó Szövetség úgy gondolta, hogy a legalacsonyabb osztályú utánpótlás bajnokságokat, NB és utánpótlás bajnokságokat, a 17-19 korosztályban ez az NB3, a 14-15-ben az NB2-t jelenti, kiadja külső megyéknek, hiszen úgyis régiós szinten voltak mindig ezek a bajnokságok, 2-3 megye csapatai területével alapján ugye szerepeltek ebben a bajnokságokban, és tavaly is megkaptuk, amit idén az U17-U19-es északkeleti csoportot mi fogjuk szervezni. Itt 7 megyei csapatunk vesz részt, mellette vannak ugye még Hajdú megyéből, illetve még egy Karcag csapat a Jász-Nagykun-Szolnok megyéből is, úgyhogy ezt továbbra is mi szervezzük. Az U14-U15-ot, ahol szintén 7 megyei csapatunk szerepel, pedig továbbra is a tavalyi évhez hasonlóan Hajdú-Bihar megye. Ez azért szerintem jobb a csapatainknak, mert könnyebb minket elérni, akár Hajdú-Bihar megyét, akár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, hogyha például mérkőzést szeretnének ugye módosítani, vagy egy játékengedélyért, bár eddig is ide kellett beugrani, de azért mégis közvetlenebb a kapcsolat, illetve ugye mi azért tudjuk a helyi sajátosságokat, így tudjuk, hogy mikor érdemes kezdeni egy bajnokságot, és a sorsolásnál is azért könnyebb a helyi igazgatósággal egyeztetni, mint a Magyar Labdarúgó Szövetséggel. A Magyar Kupa megyei selejtezője is a hajrájához érkezett, 4 csapat maradt még állva, mikor lesznek azok a meccsek, amelyek a országos főtáblára jutásról döntenek. Augusztus 29-én szerdán 17 óra 30 perckor lesz a két találkozó, ugye, amely a Mándok Ibrány és a Rakamaz Balkány mérkőzés jelenti, és a két találkozó győztese pedig majd szeptember legvégén már az országos főtábla első fordulójába kapcsolódik be, és akár NB1-es csapatot is láthat vendégül. A hónap végéig tart az átigazolási időszak, tapasztalható-e ilyenkor némi hajrá? Igen. Elsősorban az utánpótlás csapatoknál, pont azért, mert még ugye egy pár utánpótlás bajnokság, ahogy az előbb is említettem, most indul be, sőt, a megyei U14-es bajnokságunk majd pont augusztus 31-én fog beindulni, illetve még a lányoknál is van egy kis mozgolódás, a megyei lánybajnokságok szeptember elején indulnak be, és az is előfordul felnőtt szinten, hogy valaki játszott esetleg egy-két meccset megye kettőbe, vagy megye első osztályba egy adott klubnál, nem érzi jól magát, és még van lehetősége, hogyha a klub elengedi őt, akkor augusztus 31-ig van váltásra lehetőség, úgyhogy igen, még jellemző ilyenkor is egy kicsit a játékos mozgás. Elkezdte a felkészülést a Sunshine Nyíkse. Az NB2 keleti csoportjában a legutóbb második helyen végző együttes szakmai munkáját továbbra is Kovács Tibor irányítja. Nagyon szeretnénk most is tovább lépni, de legalábbis megőrizni ezt a jó szereplést. Ez az NB2-es csapatra vonatkozik elsősorban, de a junior csapatunk is most már egyel magasabb osztályban indul a regionális bajnokság keretében, illetve az utánpótlásunkat szeretnénk bővíteni, utánpótlás csapataink számát, illetve hát van egy tervünk, most jelentkeztek nálunk többen leányvonalon is, és kadett és junior leánycsapat tekintetében is úgy néz ki, hogy sikerül majd elindulnunk és elindítanunk egy csapatot. Az elmúlt szezonban a felnőtt csapatot egy hajszál választott el attól, hogy a feljutásért játszhasson. Van-e ilyen terv elképzelés, hogy meglátjátok, hogy alakul majd a mezőny erőssége? Nyilván ezt meglátjuk, hogy milyen lesz a mezőny. Meglátjuk azt, hogy a felkészülés során hogyan illeszkednek be új fiatal játékosok, hiszen nagyon sok fiatal játékos ment el az egyesülettől, akik továbbtanulás miatt most már más városban szerepelnek, más csapatokhoz kerültek, és azt is megnézzük, hogy esetleg más sportszervezetektől kik azok, akik nálunk folytatnák pályafutásokat, be tudjuk-e őket ide integrálni,
ezek a tárgyalások, és ugye ezek a fiatalok még ugye folyamatban vannak, vagy velük való megbeszélés folyamatban van. Nagyon bízom benne, hogy egyre több új arc lesz, és akkor, amikor meglátjuk, hogy milyen játékerőt képvisel a csapat, igazán konkrét tervet, akkor fogunk a szezonra kitűzni az MB2-ben. A csapat otthon a Bánki tornacsarnoka is sokat szépült az elmúlt időszakban, terveznek-e további fejlesztéseket? Nyilván itt a Bánki területében most is szeptember végére átadásra kerül már a tavaly megépített B33 pályák köré, ugye ilyen műfű, valamint világítás telepítése, illetve a lelátó elkészítése ott kint, amely 450 férőhelyes lesz, úgyhogy azt gondolom, az egy újabb tovább lépés, legalábbis itt a Bánkiban, ami egyelőre a Nyikse fő otthona. Sokkal se az a csapathoz hasonlóan a Szentse Nyitja is elkezdte a felkészülést a következő szezonra. Ilyenkor mindig adódik a kérdés, mekkora változás volt, ha volt egyáltalán nyáron játékos keretben. Magyarul kik távoztak, akik érkezhetnek. Úgy tűnik, hogy nagy változások lesznek. Eleve azok a játékosok, akik örömünkre középiskolás végzés után felvételt nyertek egyetemre, azok a mi sajnálatunkra, de örömünkre is tovább tanulnak, és Debrecenben, Budapesten folytatják, illetve külföldön pályafutásukat. Az ő pótlásukat igyekszünk fiatal játékosokkal megoldani, ami igazából egy célunk is a következő időszakban. A mostani értékeinket szeretnénk megtartani, akik a tavalyi évben is húzó emberei voltak a csapatnak, de fokozatosság elve mellett minél több fiatalt szeretnénk beépíteni, és ehhez hozzátartozik az, hogy a megyében lévő kosárlabdásokat is felkarolva, akik valamilyen szint miatt nem jutnak szóhoz, akár a Blue Sharksban, akár az ottani közvetlen utánpótlásban, illetve a vezetőség megállapodása szerint, ha mi tudjuk segíteni az ottani fejlődésüket a mi csapatunkban való játékokkal, mi ennek nagyon szeretnénk teret adni. A lényeg az, hogy Szabolcs-Szatmármelegben úgy működjön a kosárlabda, hogy az fejlődőképes legyen és mindenkinek a megelégedésére. A felkészülési program hogy néz ki? Igazából a mai nap kezdtük el a felkészülést. Én azt látom, hogy a tanév kezdetéig, a középiskolás tanév kezdetéig, szeptember 1-jéig szeretnénk azt a keretet kialakítani a táborok, üdülések, munkai elfoglaltságok mellett, akikre tudunk számítani. Szeretnénk az első két hétben még aktívan csak a felkészüléssel foglalkozni, és utána, hogy összeállt a keretünk, és már a felkészülésben látjuk a jeleket, hogy harcra készek vagyunk. Ez egy olyan szeptember eleje, szeptember közepe, onnantól pedig aktívan szeretnénk a környékbeli csapatokkal mérkőzésre játszani. Itt a Nyíregyház utánpótlás csapatokkal, a Hajdubihar, Borsod megyei csapatokkal szeretnénk felvérni, már felvettem a kapcsolatot, és az ő csapataik ellen szeretnénk játszani. Konkrétumokról még nem tudok beszámolni, de nagyon szeretnénk a bajnokság kezdetére így edzőmeccsekkel is megfelelően felkészülni. Nem csak a költségdíjese, hanem a Máté Szalkai MTK is készül a szezonra. A tervekről, a célokról Torma Tamás, az egyesület elnöke beszélt a Költség Televíziónak. A felkészülésnek a közepén tartunk jelenleg. Augusztus elején első napjaival kezdték a női MB2-es lányok a felkészülést, csak úgy, ahogy igen sok kisebb korosztályba tartozó csapatunk is, hiszen a jó időre való tekintettel napközis rendszerben dolgoztunk egyrészt a kisebb csapatokkal, és természetesen a felnőttekkel is. Az atlétikai alapmozgásokat a sportpályán végezték, ugye főleg ezek a futóerősítő edzések voltak, de ugyanúgy a strandon a homokos pálya lehetőségeit kihasználták az alapozáshoz, és természetesen a tornatermi munka már Dandárjánban zajlott. Öröm számunkra az, hogy gyakorlatilag a csapatból Jurecska Kitti, aki eddig is hol volt, hol nem, mint a mesében, úgy jelent meg az edzéseken, tőle megváltunk. Egyébként neki munkai elfoglaltsága miatt sem tudja a továbbiakban vállalni ezt a csapatban való szereplést, viszont örömteli tény az, hogy három játékossal erősítünk. Most talán úgy néz ki, hogy úgy tudjuk kezdeni a szezont, ahogy szeretnénk, hiszen két kapust igazoltunk még a meglévő fiataljaink mellé. Egy korábban Debrecenben, Derecskén és most legutóbb Nyírbátorban védő kapust, és egy fiatal üdvöskét, aki gyakorlatilag tőlünk ment el, Bodó Pannikát sikerült visszacsábítani, aki részben az egyetemi tanulmányai miatt szüneteltette, részben pedig Kisvárdára igazolt el NB1-be, és onnan is igazoljuk most vissza.
Emellett egy fiatal játékosunk, Drabik Panna is visszajött, debreceni játékos volt az elmúlt időszakban, úgyhogy ő is erősíteni fogja a csapatot. A csapat nagy része ezáltal ugye egyben van, céljaink között természetesen az szerepel, hogy a dobogón végezzünk, de hát minél fényesebben csillog az érem, annál jobb lenne, így a szakvezetésnek is ez volt az előzetes kitűzés és elvárása. Az anyagi feltételek tekintetében az új évadra a TAU pályázatunk befogadásra került, megkaptuk a határozatot, egy részét már töltöttük, tehát úgy gondolom, hogy az anyagi fedezete meg lesz a csapatnak arra, hogy minél sikeresebben szerepeljen a 2018-19-es bajnoki évadban. Új csapatok is vannak természetesen most az MB2 északkeleti csoportjában, hiszen Heves megyei csapatok közül a Füzesabonyt és a Heves csapatát ismét ide sorolták hozzánk, így most már 4 megyének a csapatai mérkőznek meg. A távolságok, az utazások persze plusz költségekkel bírnak itt ránk nézve, és illetve a Füzesabony, az Eger, mivel feljutott az NB1-be, ez a Füzesabony nagyon komolyan megerősödött. Tehát most már ahhoz a 3-4-5 csapathoz, aki korábban az előző bajnoki évadban riválisként szerepelt a dobogért, vagy szállt harcba a dobogért, most ebben az idényben kiegészül még egy nagyon erős Füzesabonnyal is. Felkészülés során már elkezdtük a felkészülési mérkőzéseket is, Vitkával, Fehérgyarmattal játszottunk, és most a fényes napok keretén belül a második fényes kupa elnevezésű kézilabda tornát rendezhetjük meg itt Mátészalkán. Természetesen meghívtuk a Füzesabonyt, és meghívtuk a tavalyi bajnokot, a Hajdúböszörvényt, úgyhogy úgy gondolom, hogy a bajnoki felkészülés közepén ez egy nagyon komoly erőfelmérő lesz. Egyrészt, hogy hol tartanak a többi rivális csapatok, másrészt pedig, hogy hol tart a mi csapatunk. A hátralévő időszakban szeptember 15-én kezdődik a bajnoki szezonunk, nyitányunk, itthon kezdünk Mezőkeresztessel, és addig még azért 3-4 olyan felkészülési mérkőzés is szerepel a programban, amit a Vakacs Krisztián edzőnő betervezett. Én remélem, hogy sérülésmentesen, felkészülten tudjuk várni a következő bajnoki évadot, minél nagyobb sikerrel. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!